Máté Szalkán heti váltásban 9 közforgalmi gyógyszertár ügyel, ami azt jelenti, hogy az év minden napján nyitva van valamelyik patika. Így a helyiek és a környéken élők a hétvégén sem maradnak 24 órás gyógyszertári ügyelet nélkül. Mindenképpen nagyobb régiók létrehozása lenne a célszerű. Egyrészt, másrészt pedig olyan gyógyszertáraknak kellene ügyelni, akik biztosítani tudják a megfelelő személy és tárgyi feltételeket, illetve akik képesek és hajlandóak is ügyelni. A lakosság jogos igénye, hogy szükség esetén hozzáférhessenek gyógyszereikhez, és ne kelljen akár több kilométert utazni ahhoz, hogy ügyeletes patikát találjon a beteg. Itthon 390 településen folyamatosan biztosított az ellátás, de vannak térségek, ahol több település megosztja egymás között a készenlétet. A Hálózati Gyógyszertárok Szövetsége szerint járási alapon kellene egy új ügyeleti rendszert kialakítani. Ügyeletes körzeteket határoznánk meg. Ez azt jelenti, hogy az ügyeletes körzetben a járás lenne az alapvető körzet. A kisebb járásokban, ahol nagyon kevesen laknak, vagy alacsony a népsűrűség, ezeket össze lehetne vonni, így előfordulhat, hogy egy ügyeletes körzetben több járás is található, de egy ügyeletes körzet el tudná látni egy gyógyszertár a teljes lakosságot. A patikai ügyelet plusz költségekkel jár. Máté Szalka az egy viszonylag kisebb kis térség. Azt jelenti, hogy egy éjszaka folyamán 2-3 úgynevezett csengetés van, tehát 2-3 igénybevétel történik, tehát azt jelenti, hogy abszolút nem rentábilis. Ha csak a rezsiköltséget nézem, ha csak a munkabérköltséget nézem, ez önmagában havi szinten legkevesebb 150-200 ezer forintos pluszköltség, és nem beszéltem még a plusz áru készletről, amit ugye ki kell fizetnünk egy-egy ilyen ügyelet folyamán. A gyógyszertári ügyelet törvényi és rendeleti szinten szabályozott. Az egyeztetések a szaktárca és a szakmai szervezetek között elkezdődtek. Az új ügyeleti rendszer leghamarabb a következő évtől léphet életbe.